Tegye föl a kezét az, aki úgy gondolja, hogy neki mindenre van elég ideje. Ha most körbenézünk a teremben, akkor azt láthatjuk, hogy viszonylag kevés kéz van a magasban. Én azért tartom fönn a kezemet, mert én úgy gondolom, hogy nekem mindenre van elég időm. Mindenre van elég időm, ami elég fontos számomra. Ugyanis azt, hogy nincs időnk, a legtöbb esetben kifogásként használjuk. Kifogásként használjuk azokban az esetekben, amikor el akarunk kerülni egy számunkra kellemetlen embert, tevékenységet vagy szituációt. Nem az a baj, hogy nincs időnk. Van időnk. Van időd. Legutóbb, amikor szabadságra mentem, boldog voltam, hogy végre magam mögött hagyhatom a munkám összes kínját, búját, bánatát, és egy kicsit kikapcsolódhatok. A protokoll szerint átadtam minden nyitott feladatomat az engem helyettesítőnek, elküldtem neki minden e-mailt, meghívtam minden értekezletre. Boldog voltam, amikor kiléptem a munkahelyem kapuján. De az autóig sem jutottam el, amikor az első gondolatok beugrottak az agyamba. Vajon tényleg mindent elküldtem neki? Vajon tényleg mindent elmondtam neki? Ugyanannyi munkánk van. Hogyan fog egy ember helyettesíteni engem, hogyha két ember helyett kell dolgoznia? Ennek ellenére természetesen beültem az autómba, elessegettem a gondolatokat magamtól, és megkezdtem a megérdemelt szabadságomat. A szabadságom ideje alatt még párszor előfordult ugyanez, előjöttek a hasonló gondolatok, de minden egyes alkalommal elhessegettem magamtól őket. Azonban a wellness szállodak kellemes fürdőrészlegéről egyszer csak egy szürke vasárnap délutánon találtam magamat. Aznap a szabadságomnak vége lett, és másnap hétfő reggel újra be kellett mennem dolgozni. Képzelhetitek, ugyanazok a gondolatok újra előjöttek az agyamban. Vajon hány olvasatlan e-mailem lesz? Mennyi értekezletre kell elmennem? Vajon hány újabb nyitott kérdés merült fel, amíg nem voltam ott? És ahogy elkezdtem pánikolni azon, hogy újra munkába kell állnom, és atya úristen, mennyire sok dolgom lesz nekem, egy pillanatra megálltam. És azt mondtam magamnak, hogy állj, miért csinálom ezt magammal? Vasárnap este van, a szabadságom utolsó napja. Ugyanannyira érdemes kielveznem, mint az előző napokat. Holnap, hétfőn, amikor bemegyek a munkahelyemre, 8 óra alatt 8 órányi feladatot kell elvégeznem, nem az utóbbi két hetit. Lépésről lépésre, feladatról feladatra. Egyszerre mindig egyet. Mert ez a baj velünk emberekkel, hogy a világ technológiai fejlődése lehetőséget adott számunkra, hogy gyorsuljunk. Mindannyian gyorsulni akarunk. Mivel mindenki online van, ezért azt várjuk el mindenkitől, hogy azonnali válaszokat kapunk. Hogyha kiadunk egy feladatot, azt legalább azonnal, de lehet, hogy már tegnapra kellene. Azonban a világ technikai fejlődése egy kérdésre még nem tudott választ adni. Egy nap 24 órából áll. Persze, hogyha Plutó lehetséges lenne az élet, sokkal könnyebb lenne számunkra is, hiszen ott egy nap 153 óra. Ízlelgessük ezt egy picit. 153 óra. Mennyi mindent lehet csinálni 153 óra alatt? Főleg úgy, hogy annyira elfoglaltak vagyunk, hogy mindig azt mondjuk, hogy 24 óra számunkra nem elég. Hát akkor tessék a Plutóra költözni. Azonban van egy kis gond ezzel a gondolatmenettel. Méghozzá az, hogy teljesen mindegy, hogy a Földön élek 90 évet, vagy a Plutón egy harmadot. Az időm ettől még nem lesz több. Ugyanannyi időm van. Nem az a gond, hogy nincs időnk. Van időnk. Van időd. Ahogy a Parkinson törvény is kimondja, a munka kitölti a rendelkezésre álló időt. Esetemben ez azt jelenti, hogyha
van egy egyetemi beadandóm péntek délután 4 órára, akkor az szinte biztos, hogy pénteken délután fogok végigrohanni az egész városon, lökök félre minden más egyetemistát, hogy 15 óra 59-kor le tudjam tenni a beadandómat a tanárom asztalára. Az Ohio-i egyetemen végeztek egy kutatást azzal kapcsolatban, hogyha téged meghívnak egy eseményre, és neked valamilyen oknál fogva, de le kell mondanod, akkor a rendezvény szervezői mit fogadnak kellemesebben, kifogásként? Azt, hogy nincs rá pénzed, vagy azt, hogy nincs rá időd? A kutatás bebizonyította, hogy sokkal szívesebben veszik a rendezvény szervezői, hogyha azt mondod, hogy nincs rá pénzed, mint hogyha azt mondod, hogy nincs rá időd. Logikusan belegondolva, ennek megvannak a maga alapjai. Hiszen az, hogy valamire nincsen pénzem, az egy állapot. Az, hogy valamire nincsen időm, az egy döntés. Minden egyes alkalommal, amikor délután azon gondolkozol, hogy megnézzél még egy részt a kedvenc sorozatodból, vagy kimenjél és lenyírjad a már bokáig érő füvet, döntést hozol. Döntést hozol az alapján, hogy abban a pillanatban számodra melyik a fontosabb. Daniel Kahneman, amerikai közgazdasági Nobel-díjas pszichológus értekezett a mentális könyvelésről. A pénzügyi mentális könyvelésről. Elmélete szerint a fejünkben különböző számlákat vezetünk. Olyan számlákat vezetünk, mint például a szórakozás, az étkezés, az utazás, vagy éppen a kikapcsolódás. Minden egyes számlának a fejünkben megvan a maga kerete, amennyit költhetünk róla. És abban a pillanatban, hogy egy számlán túlköltés jelentkezik, tehát többet költünk arról a számláról, mint amennyi elérhető, azt automatikusan egy másik számláról vesszük el. Én azt mondom, hogy ugyanezt csináljuk az időnkkel is. Minden reggel, amikor szól az ébresztő, és megnyomod rajta a szundi gombot, és nyersz ezzel magadnak 10-15 percet, az első gondolat, ami átfut az agyadon, az az, hogy jó, akkor ma nem reggelizek. Vagy az, hogy hát jó, akkor majd ma a buszon reggelizek. Vagy jó, hát akkor ma majd a munkahelyemen reggelizek. Automatikusan a hozzáadott időt az alváshoz egy másik tevékenységtől, név szerint most, a reggelitől veszed el. Mert nem az a baj, hogy nincs időnk. Van időnk. Van időd. Az a baj, hogy a feladatod túl sok. Hiszen mindannyian mindig azt mondjuk, hogy mennyire elfoglaltak vagyunk. Kérdezlek titeket, szerintetek milyen élete lehet egy amerikai elnöknek? Eisenhower, aki az USA 34. elnöke volt, és mellette még betöltötte a NATO első főparancsnoki címét, sajnos nem tehette meg, hogy reggel felkelt, bement az irodájába, fölrakta a lábát az asztalra, rágyújtott egy szivarra, és széttárta a karjait, hogy mondjátok, mit csináljak. Egy ilyen kaliberű embernek döntések tömkelegét kellett meghoznia a naponta. És ahhoz, hogy képes legyen ezeknek a döntéseknek a meghozatalára, megfelelő mennyiségű információra volt szüksége. Kidolgozott ezért hát egy rendszert, amit utána a legtöbben most már Eisenhower Matrixnak ismernek. Lehet, hogy vannak közületek páran, akik ezt nem Eisenhower Matrixnak, hanem fontos, sürgős Matrixnak ismerik. Egészen pontosan azért, mert a feladatainkat ebben a Matrixban fontosságuk és sürgősségük szerint 4 különböző kategóriába tudjuk sorolni. Vannak a fontos és sürgős feladataink, ezek a tűzoltás jellegű feladatok. Vannak azok a feladatok, amik fontosak, de nem sürgősek. Ezek a megelőzés feladatai. Vannak azok a feladatok, amelyek nem fontosak, de sürgősek. Ezek azok, amelyeket ledelegálhatunk. És vannak azok a feladatok, amelyek nem sürgősek és nem is fontosak, ezek a törlendő feladataink. Azonban az Eisenhower Matrixnak van egy apró pici fondorlatossága. Ugyanis a Matrix
Abban a pillanatban, amikor elkészíted, egy pillanatfelvételt készít a feladataidról. Olyan ez, mintha a pároddal készítenél egy fotót a Balatonparton, majd 3 perccel később azt vennéd észre, hogy ugyanazon a ponton egy másik pár fotózkodik. Egy perc, egy óra, egy nap, egy héttel később a feladatok ebben a mátrixban teljesen máshol lesznek. Az idő előre haladtával a feladataink elkezdenek benne sétálni. A feladatok sétálásának legjobb példája a koszos ing esete. Hétfő délután van, hazaérek munkából, ledobom az ingemet, belemegy a szennyes kosárba. Abban a pillanatban az ingek kimosása számomra se nem fontos, se nem sürgős. Törlendő feladat. Haladnak előre a napok, hét közepe van, hát kezdenek fogyni az ingek a szekrényből, és kezdenek sűrűsödni a szennyes kosárban. Így átkerül a most már sürgős, de nem fontos kategóriába, ami a delegálhatóság. Ebben a pillanatban még megtehetem azt, hogy megkérem a páromat, hogy esetleg lenne kedve kimosni az ingeimet. De, hogyha az ő Eisenhower matrixában sokkal fontosabb és sürgősebb feladatok vannak, akkor nyilván azt fogja nekem mondani, hogy ne haragudj, de nekem más dolgaim vannak. Péntek délután van. Elfogytak az ingeim a szekrényből, és még mindig nem mostam. A feladat ekkor már tűzoltás, már fontos és sürgős, mert nem csupán az a feladatom, hogy kimossam az ingeket, hanem azoknak meg is kell száradni, azokat ki kell vasalni, és gyönyörűen el kell rakni őket a szekrénybe. És mindezt azért, hogy hétfőn tiszta inget tudjak felvenni munkába. Ott vagyunk, hogy tűzoltásban vagyok. Mit gondoltok, mi lehet a megoldás? A megoldás a megelőzésben van. Abban a pillanatban, amikor a szennyesbe belekerülnek ezek a koszos ingek, adjunk neki megfelelő prioritást. Tűzünk ki magunknak egy koszos ing napot, mondjuk szerda magasságába, amikor még nem annyira sürgető az, hogy kimossuk ezeket az ingeket. Ezzel az Eisenhower matrixon belül megelőzzük azt, hogy tűzoltásba kerüljünk. Tűzoltásba. Ahol mi történik? Ahova folyamatosan esnek be a feladatok vég nélkül, soha nem érnek véget, mindig jön egy újabb, és soha nem érünk a végére. Olyan ez, mint egy mókuskerék. Egy olyan mókuskerék, amiből ki kell törni. Azt kell mondanod magadnak, hogy eddig és ne tovább. Én nem akarok tovább tüzet oltani. Elegem van abból, hogy folyamatosan stresszes vagyok, és kezdek egy kicsit kiégni is benne. 4 évvel ezelőtt én megtapasztaltam azt, hogy hogyan lehet ebből kitörni. Egy 5 lépéses módszert hoztam most nektek, amit szeretném, hogyha meghallgatnátok. 1. lépés. Rendszerezz. Használd az Eisenhower matrixot. És használd folyamatosan, ne csak egyszer. 2. lépés. Adj időt. Határozd meg, hogy a feladataidat milyen határidővel fogod megcsinálni. Azt is határozd meg magadnak, hogy egy feladat elvégzése mennyi ideig fog tartani. 3. lépés. Könyvelj. Ne tervezzél olyan napra plusz házi munkát, amikorra már egész délelőtre vagy akár 8 órára a mosogatást betervezted. Nem lesz hozzá kedved. Túlkönyveled. Elveszed mástól a lehetőséget. 4. lépés. Olcs tüzet. Minden olyan feladatot, válogatás nélkül, ami az Eisenhower matrixot tűzoltás részében van, írtsál ki. És az 5. lépés, a legfontosabb. Ne állj meg. Az élet nem ott fejeződik be, amikor már nincsen tűzoltás jellegű feladatod. Az élet ott kezdődik, amikor már azon tudsz dolgozni, hogy mi van a megelőzésben. Amikor már azokkal az emberekkel tudsz beszélgetni, akiknek feladatokat delegáltál, ezzel megelőzve azt, hogy az ő asztalukról valamilyen oknál fogva, de visszakerüljön a te asztalodra ugyanaz a feladat. És higgyétek el nekem, hogyha ezt az 5 pontot betartjátok, akkor lesz egy pillanat az életetekben, amikor
azt fogjátok érezni, hogy a tűzoltásban csak olyan feladatotok lehet, ami tőletek teljesen kívülálló. Lesz egy olyan pillanat az életetekben, amikor érezni fogjátok, hogy a rendszeretek működik. Abban az egy pillanatban egyetlen egy kérdésre kell majd tudnotok válaszolni. Van időm. Mit kezdjek vele?